Üdvözlök mindenkit a mai videóban. Ma egy gaming monitor kerül az asztalra. Egy AOC C27G2-es, gyívelt kijelzős. A monitort áram alá helyezve a bekapcsoló LED kigyulladt, háttérvilágítás kigyulladt. Nem tudom mennyire látható a képen, most el is aludt a háttérvilágítás. Most megint felgyulladt, és kialszik a háttérvilágítás, és átvált készenléti módba, standby-ba a monitor. A menü gombot megnyomva az ismétlődik, tulajdonképpen felgyullad a háttérvilágítása, de ezen kívül semmi nem történik, a kijelzőn nem jelenik meg semmi. Ezután szétszedve az alaplapot és a telepegységét megnézve, ott rendben volt minden, ezért tovább haladtam a kijelzőt softpaneljéhez. Elnézést kérek a kicsit ugráló felvételért, de gondok voltak a felvétel rögzítésekor. Nem állt meg és nem mentette el, hanem nyitott fájlként hagyta és helyre kellett hozni a videófájt. A lényeg, hogy a cuffpanelt mérve nem találtam rajta zárlatot, nincs rajta zárlatos alkatrész. A panel a 12 voltot és a 3,3 voltot megkapja, ezen kívül viszont semmi más feszültség nem található meg rajta. Itt a kondenzátorok diódák átmérése után kiderült, hogy ugye zárlat nincs a panelen. A 12 voltot a 3,3-at megkapja a panel, a háttérvilágítás működik is. És miután nem találtam hibát a panelen, az említetten kívül, úgy gondoltam, hogy ami található rajta, egy SM4191 jelű. Hát véleményem szerint egy DC-DC konverter, bár sok mindent nem találtam róla a neten, a leírást. Viszont az Alin meg lehetett találni, 5-6 euró darabja. Úgy gondoltam, hogy megér egy próbát, ennyi befektetés azt hiszem megéri, hogy kicserélem és megnézzük, hogy akkor megjelennek a feszültségek, illetve elindul-e a monitor. Ott a alkatrész cserénél a sérülékenyebb alkatrészeket, szallagkábelt és egyebeket letakartam alusszalaggal, hogy nehogy a hőtől sérüljenek. És akkor vegyük le a zicét. Most szépen le is jött. Kicsit megtisztítjuk, újra felónozzuk, és mehet vissza az új alkatrész.
sajnos a videófelvételt helyreállító programok nem dolgoznak 100%-osan, legalábbis az ingyenesek nem. Ezért kicsit döcögős a kép, és szerintem el is van csúszva. Azért elnézést kérek, legközelebb jobban odafigyelek rá. De ennél nem akartam megismételni a javítást, csak azért, hogy legyen egy jó felvétel. És akkor a helyére kerül az új IC. Az új IC-nek a lábait is felhónozom, sokkal könnyebben vissza tudom forrasztani utána. Hőlikfúvót olyan 370 fokra szoktam állítani az IC cseréhez, és ilyen 20-23 a légáramlást. És itt már vissza is került az IC, az új IC a helyére. Azután megtakarítottam a lapot. Lekerülnek a maszkoló fóliák. És kipróbáljuk, hogy megérte az 5-6 euró befektetést, és életre kell a monitor, vagy sem. Akkor nézzük. Egyelőre semmi. És hiába nyomok meg rajta gombot, akkor sem történik semmi. Nem értem. Nem volt felkapcsolva az elosztó. Ahogy felkapcsoltam, be is jött rögtön a jelzőn az AOC felirat. És a menüt megnyomva, igen, lehetne is választani bemenetet. Tehát elmondhatjuk, hogy a monitor életre kelt, most már csak megnézzük, hogy ha teszünk rá bemenetet, akkor is fog működni a képet, vagy sem. De ez már elég biztató, hogy bejelentkezik a monitor, illetve lehet bemenetet választani. Nézzük bemenettel, megvan a kép,
szép, jön a menüje, meg lehet tenni a megfelelő beállításokat. Tehát mutatjuk, hogy a monitor elkészült egy 5 eurós alkatrésszel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következő tartalomról. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok a következő videóban!